Akkor jó leszünk. Na jó. Akkor használjuk a Jokert. Gyerünk, Bazsi! Akkor Berint, még egyszer megmutathatod az otthonülőknek, hogy micsoda zokni kollekciód van, mert megjokerezték, és újra kell menned! Jó! Na, akkor végén van vége. És mint kiderült, most nincs vége, hisz a bajnokok joggal lehívták a férfi Jokert, tehát ismét 9-7 az állás. A rajtnál Balázs és Bálint. Felkészülni 3-2-1. A Joker okán kétszer is meg kell nyernie a kihívóknak ezt a meccset, vagy a bajnokok meccsben maradnak. Ha Balázsnak most sikerül fordítania, és Bálint továbbra is repül a pályán, lövi el az ütőszeget. Egy tökéletes ritmus talált ennél a feladatnál Herceg kis Bálint, és írtja az akadályokat, amíg elé kerülnek. Fönt van a csúszdatetőn, benn a csúszdába, rengeteg harcon túl Bálint, rengeteg tétmeccsen, hisz általában a csapata őt küldi az utolsó megmérettetésekbe, a hirtelen halálfutamokba is. Tehát szokta ezt a fajta terhelést. Kezdi az ügyességi feladatot, Balázs most érkezik ki, egyből egy. Balázs jön, kettő lett Bálintnak, három lett Bálintnak, azt a mindenét. Balázs egy lett. Elakad. Megvan a második is Balázsnak. És eltalálja, de nincs meg. Bálint, egy karika fönt, két karika fönt, három karika fönt, és 10 hétre most már biztosan a kihívóké a nap. Második fordulóját ma a kihívók nyerték 10 hétre! És ezzel ugye a kéthetes hajszában az is biztossá vált, hisz a kihívók nyerték az első fordulót is, hogy holnap bajnok párbajra kerül sor. Méghozzá lányoknak kell párbajozniuk. Szintén a szabályok mondják ki, hogy a csapat a leggyengébb statisztikájú női versenyzője biztos párbaj résztvevő. Ez pedig ezen a héten nem más. Mint Adél, te vagy. Aki pedig párbaj ellenfelet kell, hogy jelöljön Adélnak, az pedig a legjobb statisztikával rendelkező bajnok, aki Krisztián, ismét te vagy. Holnap tehát harc az életmentő medálokért, majd jön a párbaj, mert ilyen az Exatlon!